az előző rész tartalmából. Sziasztok! Ahogyan azt már korábban említettük, ma elhoztuk nektek a Vidi Chelsea meccsről készült videónkat. Na irány a stadion! Biztonsági ellenőrzés után végre bejutottunk a stadionba, melynek látványa már sokadjára nyűgözött le bennünket. A mi térfelünkön a londoni csapat melegített, ahol számos világsztár feltűnt. Öt perccel hét előtt végre kezdetét vette a mérkőzés. Az első fél időben a Chelsea uralta a játékot. Ennek sajnos meg is lett az eredménye, a 30. percben Willian egy szabadrugás góllal vezetéshez juttatta csapatát. A Vidi azonban nem tétlenkedett sokáig. Az első játékrész 1-1-es eredménnyel zárult, a Vidinek megvoltak a maga helyzetei. Jöhetett a második félidő. A Chelsea magabiztosan tért vissza a pályára, a Vidi azonban jól védekezett, és aztán egyszer csak... A Vidi gólja váratlanul jött, ezért már csak az ünneplést tudtuk megörökíteni. Négó bámulatos góljával vezetést szerzett a hazai csapat. Sajnos azonban nem örülhettek sokáig. A mérkőzés állása ezután már nem változott. A továbbjutásra sajnos már nem volt esély, de a Vidi büszkén zárta európai szereplését. A végeredmény 2-2. Reméljük tetszett nektek ez a videó, a leírásban megtaláljátok a Vidi PAOK mérkőzésről készült összeállításunkat is. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!